Két buttal fárasztok egyszerre. Hát ezt nem fogjátok elhírni. Igen. 36. 7:50. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Jelen pillanatban Franciaországban szerintem a világ egyik leghíresebb taván vagyunk. Ezen a tavon már rengeteg szép nagy rekordfogás született, viszont érdemleges információt nagyon keveset lehet róla hallani, annál több mítosz és legenda kering a tó körül. Mi ennek a legfőbb oka? Az, hogy ennek a tónak a meghorgászását nyugodtan az extrém ponyhorgászat kategóriájába sorolhatjuk. De ennek az epizódnak nem ez a legfőbb célja, hanem az, hogy olyan horgászmódszert mutassak be nektek, amelyet olyan vízen is alkalmazhatok, ahova eddig nem is szívesen ültetek volna le, nem is szívesen horgáztátok volna meg. Persze ehhez hozzátársul az is, hogy bemutassam nektek a végszerlékeket, etetési praktikát, és persze a legfontosabbat, az ide alkalmazott csalit. Tartsatok velem ismét, dőljetek hátra, és szórakozzatok jól! Kezdjük az elején, mitől is ilyen extrém ez a horgászat. Egy picit oldalra pillantottok, meglátjátok, ugye látok néhány szigetet, egy-két akadót, egy-két bedőlt fát, de ez tipikus esete annak, mint amikor a jéghegy csúcsát látjuk, az a 10%, viszont a 90% a víz alatt található. Ebből következik, hogy itt partról dobással meghorgászni ezt a részt szinte lehetetlen, mert beledobunk egy ilyen víz alatti akadóba, pontosan mondjuk a közepébe, onnan a végszeréket kivenni lehetetlen. Ezért csak precíz, pontos, behordásos módszerrel lehet meghorgászni ezeket a részeket. És ha már a behordásnál tartunk, fontos a végszerlék pontos elhelyezése, hiszen előttem is 40-45 ilyen púp törés található, melyekből csak néhányat látogatnak a nagytestű pontyok, és a horgászatunk egyik legfontosabb része, hogy ezeket a látogatott púpokat megtaláljuk. Tehát akkor foglaljuk össze, jelen pillanatban hol tartunk. Kiválasztottunk egy olyan vizet, amely rendkívül akadós akadókkal tarkított, és ezt szeretnénk meghorgászni. A második, hogy eldőlt, hogy csak behordásos módszerrel érdemes próbálkozni ezen a vízen. A harmadik, kiválasztottuk ugye a megfelelő púpot vagy törést, amit szeretnénk meghorgászni. De most jön a következő csavar, mi van abban az esetben, hogyha ez a kiválasztott, nagyon jónak tűnő, meghorgászandó púp nem egyenesen légvonalban van, vagy pedig a útközben több akadóval is tarkított a víz alatt. Ehhez szolgál ez a célszerszám, amit itt láthatok mellettem, amihez már túl sok minden nem is fűzök hozzá. Üljünk csónakba és nézzük meg, hogyan is működik ez élesben. Itt egy konkrét példa jelen esetben, az általam kiválasztott terület, az ugye ott, amit láthattok az akadónál, az akadó mellett balról egy 3 méterre van egy olyan púp, amely 2,70-ről feljön egész 2 méterre, egy körülbelül 40-50 centis átmérőjű, és annak a tetejét szeretném meghorgászni. De az első probléma, amit gondot okoz, hogy ugye útközben esik ez a sziget, amelyen a zsinort hogyan tudjuk átvinni. Közelebb jövünk ide szépen a szigethez, és ezt a célt szolgálja az a kis karó, amelyet itt a sziget oldalába be fogunk szúrni, és ezzel szépen megvezetjük a sziget fölött a zsinórunkat. A kampót kifele forgatjuk, és ennyi az egész, ide szépen befűzzük a zsinórunkat, és már át is vezettük a sziget fölött. Ugyanezt a célt szolgálja abban az esetben ez a karó is, hogyha ez most nem egy sziget lenne, hanem egy víz alatti akadó, akkor ugyanígy megvezethetjük a víz alatti akadó fölött a zsinórunkat, csak ebben az esetben a víz alatti akadóhoz kell hozzá rögzítenünk ezt a karót. És persze a kampó úgy van kiképezve, hogy a zsinort fölfele emelve könnyedén ugye ki tud pattani belőle, viszont ha behelyezzük és lenyomom a spiccet a víz felé, akkor nem fog kiakadni a zsinórom és nyugodtan mehetek.
hogy lássátok, ez mennyire valós, élő példa. De átjövünk a sziget túloldalára, ahol az én zsinórom megy el, az egyik általam legjobbnak vélt púphoz. Én itt nem egy ilyen kampós karót használtam, hanem a kiszáradt fába helyeztünk bele egy ilyen kis kampót. Mind a négy bot zsinórja így van elvezetve a levegőben, többször meg van törve, legkevésbé akadó fölött ez a jobb szélső botomnak a zsinórja megy el, amely talán, hogyha szerencsém van, és ugye elindulok hátra, akkor ki lehet vezetni az akadó mellől akár egészen a partig. Így történt ez tegnap este is, nézzétek meg ennek az eseményeit. Azért, mert is nem van elég mély víz. Jó, nem fogjátok elhinni, sokaknak szinte hihetetlennek tűnhet, de ez a bojli több mint 3 napig volt bent, és most húzta el ez a tükrös, hogy itt már a levegő pop-up maradt rajta, és itt vannak a bojli darabok. Azt nézzétek, milyen gyönyörű, szép kis tükrös. Lehelyezzük a nyelvegelőbe, és akkor visszük. Lemérlegelni, gyertek! Tizenhat és fél kiló. Visszahelyeztük a csalit a helyére, ahol volt 3 napig,
Bízunk benne, hogy nem kell újabb 3 napot várnunk, hogy kapásunk legyen, hamarabb el fogja húzni. Mivel elég halknak kell lennünk, ugye óvatosan kell mennünk, majd holnap nappal lekommentálom, hogy mit is csináltunk. Csak muszáj vagyunk csendben lenni, mert ugye kevés hal van a tóban, nagy testőek, és azt a keveset is muszáj megtartanunk. Ezután a szép ponty után engedjétek meg, hogy hagyj mutassam be vendéglátónk fiát, ifjabb Gyöngyösi Imit, aki tegnap este meglátogatott minket, kapott néhány szemcsalit, és már rendkívüli fogási eredményt tudott produkálni. De kérlek, mi mondját erről néhány szót. Üdvözlöm a kedves nézőket! Rögtön kezdjük a lényeggel. Ma hajnalban 2 pontyot sikerült fognom, az egyik egy 17 kg 35 dekás tőponty volt, és a másik egy 24 kg-os gyönyörű tükörponty volt. Hát ez nem semmi eredmény, ez egy nagyon szép 24 kilós tükörpont, hát nagyon sok nézőnek ez álma, vágya, első élete, és te pedig ilyen fiatalon már ilyen halakat fogsz. Abban segíts nekem, mondd el, hogy mikor találkoztál először SBS termékekkel, vagy hol halott először? Elsőnek az SBS termékkel a barátom, amikor horgáztak vele, ők mutatták nekem, hogy milyen jó termék. Igazából ez annyiban is maradt, és ugye, hogy tudtam, hogy itt horgászol a tavon. Tennap ugye, hogy átjöttünk, beszélgetésünk alapján, mondtam, hogy nem használtam még sose az SBS termékeket, és te mondtad így, hogy próbálja meg, adtál pár szem bojlit, és pár pelletet, és így felraktam már csak azért is, hogy kipróbáljam, hogy milyen termék, és ugye látható volt az eredmény. Imi, arra kérlek, akkor mutass be a nézőknek, hogy milyen csali kombinációkat alkalmaztál, mivel sikerült fognod ezeket a szép alakat. Jó. A 17 kg 35 dekás tőpontjomat a SBS M1-es 20 mm-es átmérőjű bojlival sikerült fognom, ezt meg is mutatnám. Ez egy főzött csali. Így van. Ez egy eléggé fűszeres jellegű csali, aki nem ismerné, és a 24 kilós tükrös pontyomat a Squid Octopus-szal. Igen, ez egy Squid Octopus-os. Így van, ez egy 20 mm-es ez is. És emellé egy szem Dark Firefly pop-upot raktam még föl, amit megmutatok a kedves nézőknek. Ez a pink színű. Ez is egy szintén egy Squid Octopus-os. Így van. Ezt egy hóemberbe raktam fel, és a nagy hal nem tudott neki ellenállni. És még megbolondítottam ezt a szerelést, a Ace Slow Form és az M1-es pellet keverékével, amit egy PVA hálóba egy 5 cm-es hurkát töltöttem, és ezt ráhúztam az előkére, és így engedtem le a kitűzött helyre. Ez akkor, hogyha jól értettem, Mimi, akkor vegyesen keverted, így és van, a vegyes keveréket raktad bele a PVA-ba. Így van, összekevertem, és úgy raktam bele a PVA-hálóba. Ez egy nagyon érdekes csali kombináció, megmondom neked őszintén, Mimi, hogy én még ezt a két pelletet így keverve nem próbáltam, de egyértelműen az eredmény téged igazolt. Gratulálok a nagyon szép eredményhez. Köszönöm. Gratulálok, köszönöm. És ha még sikerül valami nagyobbat fognod, mindenféleképpen szóljál nekünk. Mindenképpen. Remélem elégedett vagy a termékekkel, aztán jó fogást kívánok neked. Köszönöm. Ilyen még nem fordult elő, hogy megszakítsunk egy horgászfilmet, de úgy búcsúztunk el Imi barátomtól, hogyha valami nagy fogással tud előrukulni, akkor jelentkezik. Hát ő megtette, jelentkezett. Itt van mellettem, üdvözöllek ismét, Imi. Szia Zoli, köszöntöm a kedves nézőket. Kérlek, mondd már el nekünk, számolj be arról, hogy mi ennek az apropója, hogy ismét itt vagy velünk, és milyen fogás eredményről tudsz nekünk beszámolni. A találkozásunk után körülbelül 3 héttel újra a lehetőségem nyílt, hogy horgászhassak ezen a tavon, és merem állítani, hogy életem eddigi legjobb túráját tudhatom magam mögött, amit az SBS-nek is köszönhetek. Ezen a túrán számos nagy halat sikerült fognunk, hál' Istennek, és amit most láthatnak a nézők is, ez egy fárasztás volt, nem egy nagy ponty, egy 15 kg körüli tőponty volt, ezt sajnos csak egy amatőr kamerával tudtuk rögzíteni, de az élményt azt hiszem, ez bőven át fogja adni.
meg valószínűleg nem ez volt az az igazi eredmény, amivel ugye most itt elbüszkélkedhetsz. Melyik volt az erre számolj be nekünk? Igen, történt velem egy november 6-án 11 órakor történő kapás volt. Hát mindenkinek ez egy nagy álma lehet, hogy egy ilyen kapásra ébredjen, egy lassú húzós kapás volt. Ugye kimentünk a lakókocsiból, kapás, oda mentünk, megfogtuk a botot, megfogtam a botot, és ugye irány a hal után egyből. Amikor odaértünk a hal fölé, vagy a hal közelébe, akkor az egy helyen le volt akadva a zsinór. Roland barátom segített kiakasztani a zsinort a fából, és így tudtunk menni tovább a hal után. Amikor odaértünk a hal fölé, láttuk, hogy alattunk van a hal a zsinórból ítélve, és ugye azt hittem, hogy megint el van akadva. De Rolandnak mondtam, hogy segítsen, nézze meg a zsinort, fogja meg, hogy mit érez, és mondta, hogy nincs elakadva, elhúz a hal. És onnantól kezdve jött fel a hal. Amikor legelső megláttuk, akkor azt hittük, egy kisebb testű pony, mert nem teljesen láttuk, csak a fal. Igen, mert akkor sötét igen, volt. Igen, meg sötét is volt. És utána, amikor másodja fejt, akkor mind a ketten megremegtünk, hogy ekkora halat még nem is láttunk, főleg vízben nem. Na ne csigázz minket, mondd már el, hogy mekkora volt ez a hal. Ugye megmerítettük, kihoztuk a partra. És csak hozzá az időt. És ugye amikor megmértük, a 36-75-öt mutatott. 36-75-öt mutatott a mutató. Igen. 36-750. És ez megállt, öcsi. Ez akkor ez új magyar rekord tulajdonképpen. Hát igen, hál' Istennek. Hát ilyen fiatal a némi, hát ez... Szerencse meg a jó csali. Jó csali. igen. Ez a fontosabb, nem a szerencse. Ez csak viccelünk ezzel, de biztos vagyok benne, tehát azért, hogy ez is számít, de azért 36-75, tehát ez gyönyörű brutális. Tehát ilyen fiatalon, ilyen eredményt elérni azért. Hát hagy gratuláljak neked, Émi. Köszönöm. És akkor mesélj még nekünk, hogy volt-e még ezen a túrán valami, vagy valami érdekesség? Hát történt még egy érdekes dolog, vagy több is. Hát a másik érdekes dolog, amikor 4 napra rá, délután 2-kor egy kártyaparti a lakókocsiba, és ugye megint egy szép lassú húzós kapás a mellette lévő boton. Hát, ugye gondoltuk megint, hogy lesz egy jó halunk, ugye nem gondoltuk, hogy ekkora, megint bementünk a hal után, és ugye mert fölértünk, feljött a hal. Hát ez megint egy olyan élmény volt, amit így elmesélni is alig lehet, de... Azt nem mondta, hogy ez is 30 kiló fölötti. Hát 35 kiló fölötti, egy pár dokával. Hát ezt ugye megmerítettük a vízbe, azt hittük először, hogy 40 kilós, ez akkora nagy hasas ponty volt, és ez ráadásul egy tőpont volt. Tőpont. Így van. És amikor kihoztuk, megmerítettük, ugye ez 35 kiló, 175 dekárt mutatott a mérleg. Úgyhogy ezt... Hát a szörfel állt akaromon. Hát ez... Nem vagy vele egyedül. Hát akkor 2 darab 35 kilogram fölött itt sikerült fogni. Igen. Ez akkora élmény volt, hát ez nem nagyon tudok hozzátenni. Hát azt gondolom, hogy ilyen fiatalon nem tudom, hogy van-e valaki, aki még büszkélkedhet ilyen eredményen. Tehát akkor összefoglalva 4 nap alatt, hát 2 darab 35 kg fölötti hát pontot fogta. Plusz még egy 26-60-as tőpontot, ugye, ami az is egy nagyon szép
fogás. Imi, és akkor most hova tovább? Mi a következő cél? 38. 20 évesen. Hát még nagyobbat. Feltetted a mércét, feltetted a mércét. Na, akkor számolj be nekünk a lényegről, hogy milyen végszeréket alkalmaztál, milyen csalit alkalmaztál, ugye, mert ez is a fontos, mert ez is nagyon érdekli, gondolom, a nézőket is, mint ahogyan engem is. Rendben. Ezen a horgászaton többféle SBS csali kombináció is volt nálam, többféle íz, de ami legjobban nekem bevált, ez az Ace Lobworm 24 mm-es Premium Ready Made Boilies, és a SBS-nek az Ace Lobworm pop-upja. Ezt ugye megmutatnám, hogy ezt hogy használtam. Értelemszerűen ugye alulra kerül a süllyedő boilie, fölülre a pop-up boilie, és így ki, ez a 24 mm-es és a 18 mm-es boilie, ez teljesen kiegyensúlyozza magát, szóval nem is kell lesúlyozni, és így szépen bólogat a vízbe. Én még szoktam a legfelső boilie alá rakni egy gumistoppert, megütköztettem, hogy a boilie hajszál előként ne csúszkáljon, és fixen tartja két boilie-t egymáshoz. Ugye a horog típus mindenki az a köt, amivel mindenkinek a kedvence. A előkém az lehet, hogy kicsit hosszúnak tűnik, de én azt tapasztaltam, hogy a nagyobb pontyok jobban szeretik a hosszabb előkét, mint a rövidebbet. És ugye ez egy gyors kapcsos módszerre van megoldva, szóval a leadkor végén ott egy gyors kapcsolunk, ezt rákasztjuk, ráhúzzuk a kis gumiütközőt, és már gyorsan le is tudtuk cserélni az előkét, hogyha nem akarunk kétszer csónakázni a csalizás miatt. Köszönjük, hogy megosztottad ezt mi velünk. Hagy gratuláljak neked még egyszer. Köszönöm. És ismét azzal búcsúzok tőled, hogy ha nagy halat fogsz, jelentkezz. Úgy lesz, megígérem. És akkor térjünk most vissza a vízpartra. Ezzel túránknak még korán sincs vége, ugyanis horgásztársamnak, jelenleg Pámer Laci bácsinak 2 darab 20 fölötti pontyot is sikerült partra kényszeríteni. Ez következik most.